Kortárs művészeti kalandozás egy tár rizssel, újjáépített mélykaptárak vagy tégragyári csendesség műszak után. A Leopold Bloom díj bemutató kiállításán nehéz közös nevezőt találni az alkotások között, de a kiírók semmiben sem próbálták korlátozni a művészeket. Közel 130 pályázat érkezett, ami rekord a díj történetében, és valóban az itt látható műveknek nagyon erős koncepciója van, és nagyon erős témája van, és nagyon koherens. Albert Hedel munkája ott az installáció része egy füves rész, ezt minden nap meg kell locsolni, úgyhogy a teremőrök aktívan részt vesznek a munkának az ápolásában és életben tartásában. A zseniális tudósok stilizált dolgozószobájában kiemelt helyre került a szép zöldje. A természet egy köbméteren képviselteti magát. Ezek a kis táblák, ezek a növények rendszertani besorolását jelző taxontábláknak a mintájára készült zomázban, amit az ember az arborétumokban lát, és különböző növényeknek a rendszertani besorolását mondják el.